Dzień dobry Państwu. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, Jaroszláv Gidzsinszky vagyok, bemutatkozom. Kezdetnek ugye megegyeztünk abban Brazovics doktorral, hogy néhány szót mondok a témáról, amelyek a kicsi anekdotikusak is lehetnek, amiket elmondok, mint amikor a szerkesztőségben, a Prosznál, ahol dolgozom, amikor az ismerősöknek, kollégáknak elmondtam, hogy egy ilyen témát készítünk elől, hogy a magyar kisebbségről fogunk beszélni, az egyik kollégina így szólt, hogy igen, és hogy van ez, hol vannak magyarok, mondtam, hogy ez az a legnagyobb európai nemzeti kisebbség Európában, különféle becslések szerint 2-2,5 millió magyar él a szomszédos országokban, és mikor emigráltak, mikor hagyták el az országot. Tettem, hogyha ilyen kérdés elhangzott egy újságíró szájából, akkor ez azt jelenti, hogy a lengyel társadalom körében a magyar kisebbség létezésének tudata, ezek ismerete valóban annyira kicsi, hogy érdemes a történelmel egy körutat tennünk, hogy elmeséljük, hogyan néz ki a magyar kisebbségek sorsa, hogyan került több mint 2 millió magyar a szomszédos országokba. Önök számára minden bizonnyal ez nem egy különleges újdonság, annak a tudata, hogy a magyarok Európában, immigránsok Európában a 9. század végén érkeztek 895-96-ban, mint finnugor nép, amely rendkívül erősen integrálódott török elemekkel az ázsiai sztyeppéken és kelet-európai sztyeppéken. Így nomádokként érkeztek, a történészek úgy értékelik, hogy ez egy körülbelül 200 000-es csoport volt, akik a Kárpát-medencét meghódították. Volt egy ilyen történelmi szerencséjük, hogy a népvándorlás eredményeként ez egy viszonylag ritkán lakott térség volt, nincs semmilyen történelmi nyoma valamilyen nagyobb háborúknak, viszonylag hamar meg tudták hódítani a területet, a helyi lakosság, főleg szlávokat asszimilálták egy elkövetkezendő néhány száz év alatt a magyar nyelv dominálóvá vált, de az Árpádok, az első magyar dinasztia országa soha nem volt egy nemzetiségű állam. A korai történeti időktől kezdve a magyar királyok hívtak bele különböző területekről népességeket, nyugatról, németeket, románokat a valóságból, déli szlovéneket, tehát különféle okok voltak, ezek új területekre telepeseket hívtak, amelyek ezek még nem voltak, meg a háborúk eredményeinek eltüntetésére is, például a tatárjárás után, amelyek igen jelentős pusztulást okoztak, voltak olyan területek, amelyek teljesen elnéptelenedtek, és ezekre a területekre hívtak be telepeseket Magyarország, Magyar Királyságon kívülről. Ezért azokban az időszakban, amikor a Magyar Királyság stabilizálódott, helyzete stabilizálódott a török veszedelem előtt, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar népesség, az etnikus magyarok körülbelül a fele népességét alkották a királyságnak, és így maradt a helyzet egészen az első világháborúig, különféle kisebb-nagyobb változásokkal. Természetesen a magyarokról beszélünk, akkor azokról beszélünk, akik Ungarusznak, magyarnak tekintik magukat, ugyanúgy, mint ahogy Lengyelországban a jagellói időben a polonus nem etnikus lengyelt jelentett, hanem a lengyel korona alatt valóját. Tehát
több etnikumú magyar lengyel királyságban, ugyanúgy, mint a magyar királyságban a Hungarus vagy Polonus az a király alatt valóját jelentette, függetlenül attól, hogy milyen etnikai származású volt az illető, és milyen nyelven beszélt. A magyar nyelv nem volt hivatali nyelv, igazából csak a reformkorban, a népek tavasza előtt vált azzá, ellenben ennek nem volt különösebb jelentősége, hiszen a királyi adminisztráció az a latint használta, később a németet, leginkább, ellenben hogy az alattvalók otthon milyen nyelven beszéltek azokban az időkben, ez senkit sem nagyon érdekel, senkit sem érdekel túlzottan. Ennek jelentősége a 19. században kellett lenni a nyelvi reformok idején, az államreformok idején nagyon erősen megerősödött a nemzeti tudat, de megerősödött úgy a magyarok, mint a nemzeti kisebbségek körében. Éppen ezért a népek tavaszán eléggé elkülönültek a kisebbségek, a horvátok, a szlovákok, és egyértelműen ellenezték a magyar felkelést, a Habsburgok szövetségesévé váltak. Ennek megvoltak később a kihatásai a királyságon belüli megoszlásokra, megosztódásra, egészen az egesői világháborúig. Meglehetősen erőssé vált a pánszláv mozgalom a déli szlávoknál és a szlovákoknál. A Romániában is egyre erősebben hangsúlyozták etnikai elkülönültségüket a románok, és ebben az időszakban körülbelül az első világháború kezdeténél már látjuk a világos szétválást, elválasztódást. Ha az etnikai térképet megnézzük a Magyar Királyság esetében, akkor látható, hogy a magyar területek az körülbelül a felét teszik ki a királyságnak. Aztán eljön az első világháború vége, nagy veszteség, és a legyőzött osztrák-magyar monarchiának diktált körülmények, főleg a magyaroknál a trianoni béke, arról a Versailles palotáról, ahol ezt a békét a magyarokra kényszerítették, ezt a békeszerződést, és innen kezdve beszélünk a magyar kisebbségekről a szomszédos országokban. A trianoni béke eredményeként Magyarország területileg körülbelül csak az egyharmad terület maradt meg az első világháború előtti állapotokhoz képest, ellenben az ország kétharmad területe és körülbelül több mint egyharmada a magyar nyelvű népességnek az ország határain kívül marad. A kezdetekben ez több volt, de az első hónapokban nagyon sok magyar menekült Magyarországra, tehát az első világháború befejezése után kezdődik ez a probléma, a legnagyobb nemzeti kisebbség problémája Európában. Ha ezt Lengyelországhoz hasonlítjuk, ha a határokon kívül élő lengyelek száma a magyar helyzethez lenne hasonló, akkor 8-9 millió lengyelnek kellene élni a lengyel határokon kívül, körülbelül ez a helyzet lenne olyan, mint ma a magyarok helyzete etnikai népességi szempontból. Mennyire lényeges politikai kérdés ez? Ilyen óriási embertömegek esetében az egymást követő magyar kormányok ezt nem ignorálhatják, nem tehetik meg, hogy nem vesznek erről tudomást. Volt olyan, mint a szocialista kormányok, akik valahol másodrangúként kezelték ezt a problémát, de ez igen nagy elégedetlenséget váltott ki, és eredményeiben megvoltak ennek a politikai következményei a kormány számára, mint az egyik oka a későbbi bukásnak. Itt tulajdonképpen a mai problémákról beszélünk, de mielőtt ide eljutunk, beszéljünk még egy kicsit a háború előtti időszakról.
amely a magyar kisebbség számára a szomszédországokban egy sehol sem volt túlsottan szerencsés és problémamentes. Bár mindegyik országban, Ausztria kivételével, de ott nagyon kis magyar kisebbség van, ez körülbelül egy olyan 10 000 fő Burgenlandban, az többi országban kommunista országok voltak ezek, ahol nyíltan hirdették a nemzetek internacionalista egyenlőségét, meg egyéb hasonló elméleti dolgokat, de a gyakorlatban a kisebbségek jogait nem tartották be. Mi, mint lengyelek, tudjuk, hogyan nézett ki ez például Litvániában. Magyarok ezt megtapasztalhatták sokkal nagyobb fokban a háború utáni Csehszlovákiában vagy Romániában. Az első évek, háború utáni években a magyarokat tulajdonképpen a megszálló körököseinekként kezelték, mint felelősség tették őket csoportosan a II. Világháború lefolyásáért. Természetesen ez egy nagyon nagy propaganda hazugság volt, mert a legtöbb környező ország, Szlovákia, Horvátország, Romániának mindegyiknek megvolt a fasiszta időszak hírtörténelmében, és egyik sem volt sokkal jobb, de kihasználták ezt indítékként a kitelepítésekhez, a politikai üldözésekhez, és ilyen háttérrel jön el a rendszerváltás ideje, a kommunista rendszer bukása, és attól kezdve már igyekszünk közösen beszélni ezekről a problémákról, ezek továbbra is eléggé lényegesek, legalábbis néhány szomszédországban, Magyarországgal szomszédos országban, és sajnos meglehetősen élő problémát jelentenek még azokban az országokban is, amelyek ma az Európai Unió tagjai. Ott is sajnos nincs minden úgy, ahogy kellene, ahogy azt például a kisebbségi karta mondja ki az Európai Unióban. Most pedig átadom doktor úrnak a szót, innentől kezdve már közösen beszélgetünk a dolgokról. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a szervezőknek, akik hozzájárulták ahhoz, hogy ez a meghívás megtörtént, és az a megtiszteltetés is érhetett engem, hogy itt a lengyel királyi várban tarthatok előadást, egy beszélgetést a határon túli magyarság helyzetéről. Köszönöm Gizinszky úrnak a rendkívül pontos történelmét ennek a kérdéskörnek. Most pedig megpróbálunk arról beszélgetni majd közösen, hogy mi az, amit már mi személyesen is átéltünk határon túli magyarok a rendszerváltozás után. Én talán abból a közösségből származom, Kárpátaljáról, ahol megvalósul a magyar-lengyel határ, meg Kárpátalja határos Lengyelországa, amely az egyik legtragikomikusabb történelmet érte meg a 20. században. Szóval legalábbis a vidéken, vagy pedig Európának abban a részében ismert egy olyan történet, amikor egy bácsi megjelenik a Szent Péter színe előtt, és kérdezi, hogy hol született. Tehát mondja, hogy az osztrák-magyar monarchiában született, és hol járt iskolába, mondja, hogy a Csehszlovákiában járt iskolába, és hol kezdett el dolgozni, a Magyar Királyságban, és később hol működött, hát azt mondja, a Szovjetunióban. És hol ment nyugdíjba, azt mondja, a független Ukrajnába. Hát azt mondja, bátyám maga egész életében költözött az egyik helyről a másikba, aztán nem én munkásról sosem hagytam el. Tehát a kárpátai magyarok úgy voltak 6 országnak az állampolgárai,
viszonylag történelmileg rövid idő alatt a 20. században, úgyhogy szülőföldjüket nem hagyták el. És tulajdonképpen ez a közösség, amelynek a legtöbb ilyen változás volt az életében, mindig új rendszerekhez kellett alkalmazkodni. És ami tulajdonképpen végül is ugye a saját helyzetéből, amely egy közép-európai helyzet volt, átkerült a kelet-európai térségbe úgy, hogy szülőföldjén maradt. Ugye erről még két anekdóta szól. Az egyik az, hogy a lengyel-ukrán határon, lengyel-szovjet határon állt egy tanya, és megkérdezik a bácsit, hogy hova akar tartozni, mert pont a házán keresztül megy a határvonal. És mondja azt, mondja, hogy ő Lengyelországhoz szeretne tartozni, de aztán miért? Ott van a nagy Szovjetunió, a népek hazája. Azt mondja, csupán azért, mert nem bírom a szibériai teleket. Úgyhogy ez volt a sorsunk, és ez a Kárpát-magyarságra is vonatkozott, ez a szovjet időszak, ami volt, talán a legjobban alakította át a társadalmat, hiszen abban az időszakban, ugye mi hermetikusan el voltunk zárva Magyarországtól is, amely két dolgot jelentett, az, hogy nem mehettünk Magyarországra, de sehova sem mehettünk, és én egy olyan faluba nőttem fel, amely közvetlenül a magyar határ mellett van tőle, pár száz méterre, viszont akkor a 10.000 kilométerre lévő Vlagyivosztok az közelebb volt hozzánk, mint a szemben lévő falu, vagy Nyíregyháza, vagy Budapest, mert Vlagyivosztokba lehetett menni, Magyarországra meg nem lehetett menni. Mindeset 1989-90-es a rendszerváltozás idején, a szovjetunió felbomlása idején a határon túli magyarság azt hitte, vagy úgy tűnt neki, hogy elérkezett az az időszak, amikor a saját problémáit rendezni tudja, hiszen akkor úgy tűnt, hogy ezek a változások, amik beállnak, lehetővé tesz két dolgot, hogy megvalósul az európai értelemben vett demokrácia, önkormányzatiság, és itten figyelembe fogják venni a nemzeti kisebbségeknek a jogait, és így a magyarságnak a jogait is. Emiatt minden országban, ahol a magyarok éltek, Magyarország körül, akár az akkori Szovjetunióban, Romániában, de a Jugoszláviában is, vagy pedig a felvidéken, az akkori Csehszlovákiában, a magyarok ezekben a demokratikus átalakulási folyamatban nagyon erősen részt vettek. Ugye tudjuk azt, hogy Romániában a forradalom kitörésének az egyik oka éppen Tőkés Lászlónak az ellenállása volt az akkori rezsimmel szemben, de fontos szerepet játszottak a csehszlovákiai eseményekben, vagy kisebb mértékben azokban a dolgokban, amely más országokban voltak, hiszen meg volt a remény arra nézés, hogy itten egy ilyen jellegű átalakulás fog lezajlani, és azokat a dolgokat, amik korábban nem sikerült elérni, sikerül majd. Nagyon örültem annak, hogy Gizinszky úr elmondta ezt a tévképzetet, ami van a határok túli magyarsággal kapcsolatban, hogy ugye ezek egy emigránsok vagy migránsok, akik valahonnan oda költöztek, de ez egyetlen országban sincs úgy, ez ottan egy őshonos közösségek, akik általában a saját lakóterületükön nagyrészt egy tömbben élnek, és szeretnének úgy élni, hogy az élet minden területén meg tudják tartani kultúrájukat, oktatási rendszerüket és más ilyen dolgokat, és ez volt a küzdelemnek a fő iránya. Ugye kezdetben a fő jelszó az mindenki számára az volt, hogy majd Európa lesz az európai integrációnak a folyamata, amely ezeket a kérdéseket megoldja. Ugye mi ebben nem bíztunk, mert mi láttuk azt, hogy egyáltalán nincs ezzel kapcsolatban esélyünk. Mi próbáltuk azt kivédeni, és ezzel rendkívül fontos csatározások voltak a magyar vezetéssel, főleg a szocialista kormányokkal, hogy az a helyzet, amikor Magyarország és a környező országok csatlakoznak az Európai Unióhoz,
mi pedig nem, Ukrajna nem, akkor nehogy ugyanaz a helyzet álljon elő, mint volt a Szovjetunió alatt, hiszen a Szovjetunió alatt azért nem tudtuk menni Magyarországba, más környező országba, mert a szovjetek nem engedtek ki. Most meg azért nem fogunk tudni menni, mert az európaiak nem engednek be. A vízumkényszer és a schengeni rendszer bevezetésének a kapcsán. Azt is rendkívül helyesen mondta Giszinszky úr, hogy különböző magyar kormányok ez az egész kérdéskörhöz másképpen viszonyultak. És végül is a jobboldali kormányok, különösen a Fidesz által vezetett kormányok voltak azok, akik mindent megtettek azért, hogy ebben a vonatkozásban a megoldást megtalálják. Még akkor is, hogyha különböző európai szinteken itten konfrontálódni kellett. És végül is a határon túli és a magyar igazolványal, ami olyan, mint a kártápolyáká, vagy pedig a könnyített vízummentességgel kapcsolatban, ez a kérdés, illetve a kettős állampolgárság megadásával kapcsolatban ez a kérdés megoldódott. És lehetővé vált az, hogy részben fölvegyük, most visszaadják nekünk az állampolgárságot, hiszen piáról nem mondtunk le soha, részben pedig szabadon léphessünk be. És ebben Lengyelországnak rendkívül nagy szerepe volt, hiszen Lengyelország, mint egy nagyobb állam, ezekben a kérdésekben és a határon túli lengyelség vonatkozásában ezeket a lépéseket megtette, és ez erősítette a magyar törekvéseit is. Sose felejtem el, hogy 16 évvel ezelőtt, amikor Tisler János korábban is itt volt az intézetnek a vezetője, akkor tőle kértem információt, arra nézést, hogy hogy néz ki határon túli lengyelekről szóló törvény, hogy ezt az álláspontot tudjuk itt képviselni, illetve azt is, hogy ugye ingyenesen adták meg a határon túli lengyelek számára a vízumot. Azonban a két politika a határon túli magyar közösségek vonatkozásában, a lengyel politika és a magyar politika, az mindig különböző volt, igen jelentős mértékben, és különböző ma is. 16 évvel ezelőtt itt voltam, akkor is voltak néhány előadás, illetve voltunk megbeszélései különböző tudományos és politikai vezetővel itt Varsóban, többek között a Lengyelek Világszövetségének az akkori elnökével, aki elmondta azt, hogy a lengyel államnak a fő célja, hogy a keleti területeken élő lengyelek, azoknak meglegyen a kapcsolat az anyországgal, és hogyha van hozzá kedvük, akkor települjenek át, települjenek be Lengyelországba. Ezzel a magyar politika, és a ellentétesnek lehet mondani, mert a magyar politika azt próbálja támogatni, hogy a határon túli magyar közösségek, azok a szülőföldjükön maradjanak meg, és ott teremtsék meg maguknak azokat a feltételeket, amilyen körülmények között túl tudnak élni, illetve a saját nemzeti önazonosságukat meg tudják tartani. És ez a gondolat, hogy a szülőföldünkön kell megmaradni, ezt vallja jelenleg a határon túli magyar közösségeknek a többsége is. És ez a küzdelmüknek a fő iránya, ami politikai síkon megmarad, és folytatódik, hiszen valamennyi környező országban, akár Romániában, a mostani Szerbiában, de Horvátországban is, de a Szlovákiában is, de Ukrajnában is vannak magyar etnikai pártok, amelynek a fő feladata az adott közösség érdekeinek a képviselete. Emiatt vannak olyan furcsaságok, hogy én jelenleg az ukrán parlamentnek a képviselője vagyok a magyar pártnak a képviseletében, de ez így van Romániában, meg még Szerbiában is. Sőt, ugye Romániában és Szerbiában még olyan eset is fölmerülhet, de Szlovákiában is, amikor a magyar párt nélkül nem lehet kormányt alakítani, és emiatt a magyar pártok képviselői is részt vesznek a adott országok kormányában, mint miniszterek, vagy pedig mint parlamenti képviselők, parlamenti helyettesek, és több-kevesebb sikerrel próbálják az adott közösség érdekeit képviselni.
Ugye az Európai Uniónak a való belépés nem hozta meg a magyarság problémáinak a rendezését. Elsősorban azért, mert az Európai Uniónak nincs közös politikája az őshonos kisebbségekkel kapcsolatban. Azt megpróbálják elérni, hogy legyen közös politika a migránsokkal kapcsolatban, és minden országnak be kelljen őket engedni, vagy pedig azonos feltételeket szabnak számukra. Azonban egy ilyen lényeges kérdésben, mint az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésében, nincs európai politika, annak ellenére, hogy nem csak a magyarok, hanem akár a lengyelek Litvániában, vagy pedig a katalánok Spanyolországban, vagy számos más olyan kisebbség, amely egy másik állam területén él, és vannak problémái, de erre egy közös európai megoldás, egy közös európai szabályrendszer az elmúlt időszakban és minden erőfeszítés ellenére nem valósult meg. Emiatt ezek a közösségek, amelyek különböző államokban élnek, ki vannak szolgáltatva a többség akaratának és annak a helyzetnek, ami kialakul, és emiatt nem mindig tudják megvalósítani a célkitűzéseiket, és sok állam, hogyha politikai érdeke, vagy pedig a közhangulat úgy kívánja, akkor egy rendkívül széles, magyar ellenes húrokat is pengetnek, ami több alkalommal volt Romániában, de más országban is. Megpróbálunk ebből a helyzetből továbbra is képviselni azt az elgondolást, ami lényeges, hogy megmaradjunk szülőföldükön, és azért is fontos az ilyen találkozók itt Lengyelországban, és akinek egyre nagyobb a befolyása Európában és Európának ennek a vidékein is, hogy itt is az értelmiségnek, az érdeklődőknek el tudjuk mondani is azt, hogy mi a határon túli magyarság, és mik azok a célkitűzések, amelyek vannak. Hogyha szabad, akkor felhívnám itt a figyelmet a magyar kisebbség száma, népes mennyiségére a szomszédos országokban legalábbis, ugyanis itt is problémák vannak, hogy egyáltalán meghatározzuk a pontos számokat, és ez is bizonyos kavarodást okoz, ugyanis egyáltalán honnan erednek ezek a problémák? Európában általában úgy szokás elfogadni, hogy mindenki saját maga deklarálja hovatartozását. Tehát minden állampolgár saját maga meghatározza a saját nemzetiségét, és tehát nem lehet őre ráírni, kényszerre ráruházni valamilyen nemzetiséget. Tehát egészen abszurd helyzetekhez vezet, ugyanis amikor népesség összeírás van, és azt fogom mondani, hogy én magyar nemzetiségű vagyok, mert én szorosan kapcsolódok a magyarokhoz. Nincs olyan jogszabály, amely az én döntésemet megváltozta, felülírná. Pedig formálisan, meg genetikailag ez nem igaz. Sőt, japánt is mondhatok, ugye? Ezen senki se tud módítani. Ennek az a következménye, hogy abban a helyzetben, amikor az etnikai kisebbség meghatározása nem előnytelen valaki számára, akkor meghamisítják ezeket a számokat, elhomályosodnak ezek a dolgok. Pont azokban az országban lehet látni ezt egyébként, ahol az a tény, hogy valaki bevallja a magyar kisebbségi származását, ez hát eléggé előnytelen az illetők számára. Jelen pillanatban ez vonatkozik végül is gyakorlatilag az országok zömére. A környező országok zömébe. Egyébként ugye a magyarok egyébként azt szokták mondani, hogy saját magukkal határosak, ugye, mert bármelyik határt átlépi az ember, úgyis magyarul beszélnek továbbra is a határon túl is. Tehát ez is azt mutatja, hogy milyen technológiával vagdalták meg a határt. Tehát eléggé brutálisan egy láncfűrésszel vagdalták ki a határt. Tehát nem gazdasági érdekek számítottak akkor, a vasúti vonalak számítottak, akkor kutya se foglalkozott azzal, hogy például Dunaszerdán, a mai Dunaszerdán, a szlovák oldalon, Dunaszerdán, nem volt egy ember se, aki szlovákul beszélne annyira, hogy legalább rendőr legyen belőle. Tehát amikor felosztották Magyarországot, kutyát se érdekelte ezt, ugyanis azon tervek szerint
amit a francia Clemenceau miniszterelnök úr bemutatott, abból az eredt, hogy Szlovákiának szántó területeket kell adni, ugyanis északon kevesebb a szántóföld, tehát több szántóföldet kell neki adni, ez meg hogy arra ment el a vasútvonal, a Kassa-Pozsonyi vasút arra ment el, úgyhogy automatikusan akkor azt a területet az új Csehszlovákiához csatolták. És egyáltalán hogyan viszonyul ez a mai helyzethez? Hát mégpedig úgy, hogy főleg Romániában, meg Szlovákiában fogjuk rá, hogy vegyes házasságokból, akik nincsenek egészen meggyőződve róla, hogy igazából a kisebb hírséghez tartoznak, akkor inkább a nagyobb, a többséghez tartozónak válják magukat. Voltak olyan idők, amikor automatikusan a hivatalnokok ruházták rá a nemzetiséget az illetőkre. Például azoknak, akik például román vagy szlovák érettségie volt valakinek, akkor azt kapta. Ha nem ellenkezett, akkor automatikusan úgy írták fel, hogy ő a többség képviselője. Természetesen ez arra vezetett, hogy deformálódtak a számok. Meg még egy más probléma van. Mégpedig a cigány kisebbség. Az a kisebbség, amely Kelet-Szlovákiában él, Romániában is, Vajdaságban, nagy mérsőben, de részben ezek magyar ajkúak. És különböző nyomások gyakoroltak ezekre az emberekre, hogy ők inkább többségi nemzetiséget valljanak, mert hogy különböző előnyeket fognak élvezni ennek révén. Ezt mindegy azért magyarázom most, mert jelenleg a magyar kisebbség számadata tól ig van megadva. Tehát 14 százalékos eltérések vannak. Tehát feltételezhető, hogy ez egy torszám. Például Szlovákiában olyan értékeléseket is hallunk, hogy 520-tól 580-600 ezer fő a nem magyar nemzetiségű. Ez mind attól függ, hogy hogyan fogjuk ezt számolni. Romániában a legoptimistább adatok 1,5 millióról szólnak, mint magyar nemzetiségű. Gyakorlatban a legutóbbi népesség összeírás az 1,050 millióról szólt. Tehát annyira dinamikus a helyzet egyébként ezen a téren, hogy itt nem csak a deklarációról van szó, hogy most ki milyen nemzetiséget val, hanem nagyon-nagyon nagy a népességnek az elvándorlása. Tehát az a rendszerváltás után a környező országokból Magyarországra átköltözött több mint 300 ezer fő. De nem tudni, hogy egyáltalán ezzel az idő alatt hány magyar ment ki egyáltalán a hullámmal nyugatra, például Romániából. Úgy lehet számolni, hogy legalább 100 ezer volt ezeknek is a száma. Tehát így nézve, a Kárpát-medencében, tehát Magyarországon kívül a Kárpát-medencében így a magyarok száma fokozatosan csökken. Tehát ezek egzisztenciális okok egyébként, amiért ez így történik. Tehát a magyarok által lakott területek általában nem túl fejlettek gazdaságilag. Hát egyébként ez egy az adott ország tudatos politikájának az eredménye is egyébként. Tehát ők ezekben az országokban ezekre a területekre nem terveznek fejlesztéseket, gazdasági fejlesztéseket, ott az üzlet nem fejlődik annyira, a biznesz. Egyébként nagyon jól látni ezt, hogy például nagyon jól látni, hogy Dél-Szlovákiában az úthálózat, hogy hogyan épül, vagy Erdély kellős közepén. Tehát rosszabb a gazdasági helyzetben vannak, és ez is okozza azt, hogy onnan a lakosság elvándorol, de néha ez egészen drasztikus méreteket ért. Például a jugoszláv háború, ugye a 90-es években, amikor
nagyon sok fiatal, főleg férfi, ugye elmenekült, mert megijedtek, hogy besorozzák őket. Hát a magyarok semmiképpen nem érezték, hogy ők nekik valami közük van a harcoló felekhez. Voltak olyan esetek, ahogy mesélték a fiatal magyarok. Erőszakkal őket besorozták, és éjszakkal lövészárkon keresztül ordibáltak magyarul, és a túloldalon is magyarul válaszoltak nekik. És ezek a 18-20 éves srácok egész egyszerűen megszöktek. Nem akarták a saját honfitársaikkal harcolni, hiszen a túloldalon valószínűleg ugyanúgy erőszakkal sorozták be őket. És egyébként ma pontosan ugyanezt történik Kárpátalján is. Talán a képviselő úr majd erről többet fog mondani. Tehát vannak emberek, akiket tényleg nem érdekel különösebben az, hogy részt vegyenek a kelet-ukrajnai háborúban. És ez is bizony egy tényező, amely elkedvetleníti őket. Na és a végén a helyzet Ausztriában például az, hogy ott különösebben sosem üldözték ezeket az etnikai kisebbségeket, nem gyakorolnak nyomást a magyar kisebbségre, viszont civilizációs tényezők miatt van elvándorlás, gazdasági okokból filozó, viszont ez nem egy nagy kisebbség volt, körülbelül 10 000 fő jelen pillanatban, és eléggé gyorsan germanizálódnak, ugye vegyes házasságok révén, vagy az, hogy német ajkú közegben vállalnak munkát, sokan dolgoznak a nagyvárosokban, vagy Bécsbe mennek el, tehát ez is egy olyan tényező, ami arra vezet, hogy az identitásukat elvesztik. És akkor nézve a többi országokat, Szlovénia, ott van a legkevesebb magyar, körülbelül 5-8 ezer. A határmenti zónában, tehát ez egy nem túl nagy kisebbség. Hát eleve Szlovénia is kis ország, ugye, mert ez egész Szlovénia olyan népességű, mint Varsó. Tehát a legnagyobb csorbulás, hogy úgy mondjam, százalékos arányban, az Horvátországban következett be. Jelen pillanatban Horvátországban nincs több 15-17 ezer főnél, akik legalábbis magyar nemzetiségűnek vallják magukat. Tehát ez egy nem túl nagy csoport, ahhoz képest, hogy ez egy 5 milliós ország. Tovább menve, Szerbia. Szerbiában mindig is több magyar volt, hiszen ott van a Vajdaság, tehát Szerbia északi része. Egyébként ez egy autonóm terület. Az mindig is egy sok nemzetiségű ország volt, szlovákok, romániák, ruszinok, tehát ez mindig is egy sok nemzetetű terület volt, és ott magyarokból mindig is több volt, több mint 300 ezer. Jelen pillanatban már kevesebb, mint 200 ezer, pont abból kifolyólag, mármint egyik oldalról, hogy menekülnek ugye a balkáni háború miatt, meg a másik pedig pénzért mentek ki nyugatra, gazdasági emigráció. Tehát a régió gazdasági helyzete hát eléggé gyenge. Ami Szlovákiáról beszéltünk, Romániában is, mint ahogy mondtam, 1 200 000 1 300 000 fő, de Románia és Szlovákia helyzet esetében a helyzet annyiban nehéz, hogy a magyar nyelvű Erdély középső része, így az egész területen 30% alatti a magyarok részaránya, a határ a külső erdélyi területeken, de a középső Erdélyben, mint egy ilyen belső enklávé, román területekkel van körülvéve. Ebből is komoly problémák erednek, mivel a román vezetés eléggé ellene van mindenféle autonóm törekvésnek. Most pedig átadnám a szót, hogy Ukrajnát mutassa be képviselő úr. Köszönöm úrnak a elemzését a jelenlegi helyzetről. Szeretném elmondani azt, hogy ugye itt a történelem folyamán a területeknek az elszakítása után kialakult egy olyan abszurd helyzet, és ez az abszurd és teljesen logikátlan helyzet
ez vált realitássá az ott élő közösségek számára. És azt a legjobban azt hiszem, hogy Kárpátalja példázza, azzal is, hogy ugye 20 évenként mindig más országokba dobálták ezt a területet. Az aztán még jobban, a legjobban ezt az egész dolgot egy következő dolog szemléltet, vagy legalábbis kettő. Az egyik az, hogy a jelenlegi ukrán-szlovák határon egy falu középen ketté van vágva a határa. Ez Kis-Szelmenc és Nagy-Szelmenc. Egyik része az Ukrajnához tartozik, a másik része meg Szlovákiához. És ugye a Szovjetunió idején ez egy merev határ volt, amelyen nem lehetett átjárni, és a határőrök nem is engedték az embereket oda a kerítéshez. Nem úgy kell képzelni, hogy itt a két falu között valami fajta távolság van, hanem itt megy az egyik ház, tőle 5 méterre van a másik, és a középen megy a határ keresztül. És a másik oldalon természetesen ezeknek a rokonai, meg a nagyszülei éltek, akik ott maradtak a másik oldalon, és úgy oldották meg, hogy ott, amikor kimentek a mezőre dolgozni, akkor átkiabáltak egymásnak, hogy mi történt az egyik folyó a másik, vagy pedig az egyik faluban esküvő volt, akkor úgy ment a nászmenet végig a falun, hogy odaérjenek a kerítéshez, a másik oldalon lássák a rokonok, hogy itt esküvő történik, és a Erzsike vagy Marika férezmen. Na most a mi szervezetünk a rendszerváltozás után, amikor már Szlovákia Európai és Uniós tag lett, hát közel egy évtizedig harcoltunk azért, hogy a kerítésen vágjunk egy lyukat, és ott legyen egy határátkelő, amely határátkelőn át lehessen menni a falu egyik oldalából a másikba. Nagyon sok támogatásra leltünk, de nem az Európai Unió oldotta meg, hanem amikor eljutottunk oda, hogy volt egy meghallgatás az Amerikai Egyesült Államok Külügyi Bizottságába, na akkor már a szlovákok megszegyelték magukat, és elhatározták azt, hogy nyitnak egy határátkelőhelyet. És a határátkelő most megnyílt. De azonban az első évben az a paradox helyzet állt elő, a falu egyik részében ukrajna időszámítás van, a másik oldalán pedig közép-európai időszámítás. Emiatt az ukrán oldalon kinyitották a határt, mert 8 óra van, a másik oldalon nem, meg ott még csak 7 óra volt. Emiatt, aki itten már beindult, annak várni kellett egy órát, hogy ott is 8 óra lesz, viszont pedig fordítva, ugye itt hamarabb bezárták, mert itt már 8 óra van, de a másik oldalon még 7 óra van. Úgyhogy ott még lehetett jönni, és ez az abszurd helyzet ugye mutatja azt, hogy itten ezek a határok, meg ez az egész körülmények, amit a nagyhatalmak kényszerítettek rá, erre a térségre, az tulajdonképpen az emberi sorsokat, az embereknek az életét tette, és teszi tönkre jelenleg is. Ugyanez, ugye Kárpátalja a másik határrésze Romániával határos, ott pedig, amikor ez a határ felálltak, a következő történet volt. Széles Lonka nevű faluba, reggel az emberek elindultak a templomba, mert a templom a Tiszának a másik oldalá volt. És a határnak ezen az oldalán, a hídnak ezen az oldalán megállította őket egy határőr, és azt mondja, állj, csehszlovák határ. Aztán nem, hogy megyünk a templomba, a túlsó oldalra, ahol több száz éven keresztül jártuk, azt mondja, hogy csehszlovák határ, útlevelük van, nincs. Hát beledobták a Tiszába a határőrt, átmentek a másik oldalra, ott megállította, hogy állj, azt mondja, a román határ, nem lehet belépni, hogyha nincs megfelelő úti okmány. Azt mondja, mi a templomba megyünk, mert ez a falunak a templomja. És nem az embereknek lett igaza, mert most már, ugye, majdnem 100 év múlva már híd sincsen, ami összekötné a falunak a két részét, és az emberek nem jutnak el a saját templomukba, mert ezt a közlekedés sem tudta ebben a térségben
sem a korábbi kommunista rendszer, sem pedig a későbbi európai rendszer megoldani. És emiatt ugye nyilvánvaló az, hogy nagyon sok embernek nehezítették meg, közösségeknek nehezítették meg a sorsát ezekben az évtizedekben. És ezeknek az államoknak a politikája, amelyek a később fölálltak az első világháború után és a második világháborúban újra létrejöttek, és aztán a rendszerváltozás után újra létrejöttek, hiszen tulajdonképpen itt ezeknek az államoknak egy jelentős része szétesett, hiszen a első világháború után Jugoszlávia jött létre, ami nincs, Csehszlovákia jött létre, ami nincs, ugye Szovjetunió jött létre azon a területen, ami szintén nincs. Ez azonban a térségben a politikára igazából jelentős változásokat nem okozott. Mert mindig ugye a magyaroktól, amelyek határmenti, más nyelvű, más kultúra nép, a központi kormányzatok, azok inkább tartottak, és inkább olyan intézkedéseket hoztak, amelyek a magyarságnak a beolvadását, a magyarság jogainak a visszaszorítását, a gazdasági ellehetetlenítést változtak volna, mint ahelyett, hogy ugye egy együttműködés ezekben a kérdésekben mind az országok, mind pedig a térségnek a stabilitását biztosította volna, mint hogyha ezeket a kérdéseket gyengébb fejlesztik, illetve a jogokat visszavonják. Sajnos ezekben a kérdésekben jelenleg sincs igazán jelentős változás. És ennek a nemzetiségi kérdéseknek a megoldatlansága általában európai szinten és különösen európai ennek a részén ugye folyamatos konfliktusba torkollottak, és torkolnak jelenleg is. Ugye a Csehszlovákiának a szétválása az viszonylag békés úton zajlott le, mert a csehek ebben benne voltak, hogy Szlovákia leváljon. De már Jugoszláviában ugye ez véres úton zajlott le, amikor egy jelentős kohéziós erővel nem rendelkező országot próbáltak évtizedeken keresztül erővel összetartani, és akkor, amikor ez nem sikerült, akkor ez egy olyan konfliktusba torkolott, ami ugye véres háborút és rendkívül sok emberáldozatot követett. Ugye jelenleg Ukrajna a konfliktus Európában egy legfontosabb gócpontja, amely szintén egy olyan állam, ahol a lakosságnak közel 25%-a nem ukrán nemzetiségű. És ez az ország úgy tudott fönnmaradni egységesen, hogy ebben a rendkívül nehéz geopolitikai helyzetben, hogy igyekezett ezekben a kérdésekben lavírozni, illetve a két nagy tömb, Oroszország és Európa között egy olyan külpolitikát folytatni, amely nem volt konfrontatív. De az ország a nagyobb része szeretett volna Európához csatlakozni, és amikor ezt kinyilvánította, akkor azok a részek, amelyek Oroszország befolyása alatt voltak és vannak, kialakult egy ilyen szembenállás, amiben beavatkozott Oroszország, ami ugye de facto az országnak a széteséséhez és egy véres konfliktushoz vezetett, amit meg kell oldani, egyébként az országnak ezen térségében a stabilitást megteremteni nem lehet. És ebben beletartozik a ott élő különböző nemzeti kisebbségek jogainak is a biztosítása, hiszen enélkül egyben tartani egy országot nem lehet. Mert hogyha ezek biztosítva lennének, és a közösségek tudnának fejlődni, akkor az államoknak nem kellene félniük ugye a magyar tervekről, amelyek a visszaállítást vagy az elszakadást irányítanak, ami teljesen abszurdak, hiszen Magyarország az Európai Unió része, a NATO része, és általában ezek az országok is ezeknek a szervezeteknek a tagjai, és hogy egy valamifajta erőszakos föllépése Magyarországnak, vagy pedig az ottani magyar közösségeknek a határok megváltoztatását vonatkozásában jelenleg elképzelhetetlenek. De annak ellenére, hogy már ezek a térség nagy jelentős része mondjuk Kárpátalja Ukrajnán kívül integrálódtak Európába, ezek a folyamatok nem jutottak el egy olyan szintig, hogy azt lehetne mondani, hogy nagyjából a felvidéki magyarságnak a sorsa, vagy az erdélyi magyarságnak a sorsa, vagy a délvidéki magyarságnak a sorsa rendeződött volna. Annak ellenére,
hogy igen sokszor, és mondjuk Szlovákiában most is, magyar pártok tagjai a kormánynak, és velük együtt kormányoznak, és így lesz ez valószínűleg Szerbiában is. Úgyhogy ezzel a gondolkodásmódon ahhoz, hogy eredményt érjünk el, mindenképpen változtatni kell. Közben pedig szeretnék arról is beszélni, hogy ugyan hogyan éltük mi ezt a dolgot meg, Kárpátalja, ami egy különleges helyzetben volt, ugye határ le volt zárva, viszont mivel egy tömbben laktunk, és olyan gyakran váltakoztak az államok, ugye nagyapám az egyik nagyapám az Osztrák-Magyar Monarchiában szolgált az orosz fronton, a másik az cseh katona volt, két világban között, apám szovjet katona, én meg ukrán katona voltam, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy hogyan mentek itt a dolgok. Viszont ez egy viszonylag zárt közösség, egy tömbben él, Magyarország határai mellett, és a magyar televíziót nézi, a magyar rádiót hallgatja, és mivel a nyelvünk igen jelentős mértékben különbözik az ukrántól, meg a környezet nyelvétől, emiatt ugye több mint a fele nem is beszél ukránul, nem ismeri az ukrán nyelvet. Emiatt egy olyan kultúrkörben nő fel, hogy egy gyerek az körülbelül a iskola padba ad, akkor az első osztály, egyik osztályba fedezi fel azt, hogy ő nem Magyarországon él, hanem egy másik országban, hogy más szabályok vannak, és más az a nyelv, ami a mások kommunikálnak, mert ez a kohéziós erő a magyar nemzetben igen erősen megmaradt. Ennek nagyon sok oka van, nyilvánvalóan elsősorban a nyelvi kérdés, az, hogy a magyar nyelv, mint nem indoeurópai nyelv, az különbözik az összes többitől, és hogy a nyelv különbözik ennyire, akkor a gondolkodásmód is nyilvánvalóan különbözik. És másik pedig az, hogy soha nem voltak olyan nagy regionális különbségek, olyan, tehát mi egymásnak a nyelvét megértjük, én elmegyek mondjuk Erdélybe, ugyanúgy tudok beszélkedni ott bárkivel, mint az anyaország, vagy bárhol másutt. Másik pedig az, hogy ilyen teljes közösségek voltak, ahol általában ottól éltek, vagy többségben voltak, vagy nagyon régen ott voltak, egy igen jelentős, tradicionális kultúrával rendelkeztek, ami megtartotta őket. És ha alakult egy olyan pillanat, amikor lehetett valamit tenni a közösség érdekében, akkor azt meg is tették, és meg is tettük, hiszen azért nem szabad elfelejteni, hogy a határon túli magyarság az anyország támogatásával milyen eredményeket ért el. Elmondom, hogy mi történt Kárpát ebben a vonatkozásban. Tehát Kárpátalján 151 ezer magyar él, és ugye 2001-es adat, meg 2001 óta Ukrajnában nem tartottak népszámlálást, és 1991 a Szovjetunió széthullása óta létrehoztunk egy önálló magyar felsőoktatási intézményt. Meg szeretném jegyezni azt, hogy Kárpátalján, amikor a Magyar Királysághoz tartozott, akkor sem volt soha egyetem magyar nyelven. Létrehoztunk egy színházat. Megjegyezem, hogy színház se volt korábban, magyar színház soha Kárpátalján. Létrehoztunk 5 egyházi gimnáziumot, újságokat, könyvkiadót, és nagyon sok más intézményt. És ezek máig működnek, ami bizonyítja azt, hogy itt egy nagyon erős törekvés van arra, hogy ez a kis magyar közösség fönnmaradjon, mint közösség. Ukrajnában vannak sokkal nagyobb létszámú nemzeti kisebbségek. Az oroszokról ne beszéljünk, mert az oroszok nem tartják magukat a kisebbségnek. Ukrajnában sem, meg sehol a világon. De például többen vannak Ukrajnában a románok, többen vannak a moldávok, többen vannak a belaruszok, lengyelek is többen vannak az én meglátásom szerint, de részben ilyen intézményeik nincsenek, részben pedig nincsenek saját politikai pártjaik sem. Viszont a büszke kárpátai magyarságnak két politikai pártja is van, hogy
legyen kiből választani a választások esetén. Nyilvánvalóan ezek ilyen tragikomikus dolgok, de mutatják a helyzete, és azt is, hogy nem kívánjuk ezeket a küzdelmeket feladni, mint hogy a más országokban sem. Erre Ukrajnának a válsága és a háborús helyzet még kedvezőtlenebbül befolyásolja dolgokat. Na de egy szegény ember az mindig ravaszabb, mint 100 hivatal. És ugye nagy részt a fiatalsága szeretne ebből a helyzetből kimaradni, bár vannak mások is, akik részt vesznek ezekben a harcokban. És igyekeznek ezt az egész dolgot valahogy megoldani, például úgy, hogy igen jelentős részüknek van magyar állampolgársága is. Ez egy érdekes dolog, mert ezért is éles küzdelmet folytattunk. Ugye elvben Ukrajnában a kettős állampolgárság tiltott, azonban de facto létezik, és a törvény nem bünteti. Az is mutat, hogy az egyik ukrán oligarcha, Igor Kolomoyszki, aki kormányzó is volt Dnyepropetrovszk megyébe, tőle a televízió megkérdezte azt, hogy hát Kolomoyszki úr, hát ön Svájcban él, és önnek van svájci állampolgársága is, és tudja azt, hogy az ukrán törvények nem engedélyezik a kettős állampolgárságot. Aztán nézze, hölgyem, nekem 3 állampolgárságom van, mert a svájci mellett van egy ciprusi is, és az ukrán törvények csak a kettős állampolgárságot tiltják, a 3-ast nem. Sok minden így intéződik nálunk, és akkor fiatalok kitalálták azt, hogyha kimegy az ukrán útlevelével, akkor kim van Magyarországon, ha visszajön a magyarral, akkor már nem ő jött vissza, hanem egy másik állampolgársággal rendelkező személy. Azonban mi reménykedünk abban, hogy ez a őrület, ami ott zajlik ebben a vonatkozásban, hiszen ez végül is Európának a keleti részén nagy rombolásokkal és több tízezer áldozattal járó cselekmény, ami ugye legutóbb Jugoszláviában történt, meg végül is egy békés megoldással fog zárulni. De ez is mutatja azt, hogy az Európai Unió az ilyen jellegű konfliktusokat nem tudja rendezni. Ahogy nem tudta Jugoszláviában sem megakadályozni az áldozatokat és a rombolásokat, úgy nem tudta megakadályozni ezeket a dolgokat Ukrajnának a keleti részén sem. És akkor, amikor olyan nagy szívvel, meg olyan affinitással, meg keresztényi szeretettel próbálunk föllépni a szíriai, vagy iraki, vagy afganisztáni, vagy afrikai menekültek vonatkozásában, akkor úgy vélem, hogy Európa vezetőinek el kellene gondolkozni azon, hogy amikor ilyen dolgokról beszélnek, akkor először talán érdemes lenne Európában rendet csinálni, talán érdemes lenne Európában megteremteni a békét és a prosperitást. Mert enélkül nem észlel nekünk senki azt, hogy mi ezt meg tudjuk tenni, mert mi a különbség a 1.700.000 ukrajnai menekült között, meg a szíriai, meg iraki, meg afganisztáni menekült között. Nem sok, csak annyi, hogy az ukrajnai menekülteket nem engedik be Európába. Őket viszont beengedik. És ez mindenképpen egy kettős mércéjű morál, és ez szerintem egy közös cél lenne főleg a visegrádi országoknak, hogy ezt a kettős morált és ezt a valós problémákkal való nem odafigyelést, illetve bizonyos kérdésnek a rendezetlenségére felhívják a figyelmet. Ja, tudod, a tőlebbim se... Én itt annyiban nem egyeznék
nem értek egyet, hogy nem annyira, hogy Európa nem képes megoldani a nemzetiségi kérdéseket, hanem nem is akarja, mert nem érti és nem tekinti lényegesnek a jelenlegi politikai népességi helyzetben. Ez nem úgy van, hogy Európa csak a keleti kisebbségeket iránt érdeklődik. Tudják, hogy mennyit költ az francia állam a breton iskolákra, és 2 millió breton van Franciaországban, ennyit, 0 eurót, 1 eurót sem ad ki az a francia állam a 2 milliós bretány kisebbségre, mivel a francia köztársaság ezt az állampolgárok privát magánügyének tekintés nem tekinti lényeges dolognak az állam szempontjából, tehát nem tartja fontosnak azt, hogy beleszóljon abba, hogy hogyan írják a lengyel helyiségek nevét Litvániában, vagy hogyan áll a magyar iskolák helyzete Szlovákiában. Az utolsó percben talán itt áttérnénk a kérdésekre önök részéről, de itt az oktatás kérdésére hívnám fel a figyelmet. Ez egy közös probléma, az oktatás és a nyelv használat hivatalosan, a hivatalos helyeken, akár hivatalos nyelvként, akár segítő nyelvként. A lengyel állam is nemrég visszautisította a segítő nyelvek használatához a jogot, az ilyen kezdeményezés, tehát mi sem mutatunk példát ezekben, de nincsenek ilyen erős, nagy létszámú, egy tömbben élő kisebbségeink. A magyar kisebbség esetében vannak olyan területek, ahol többségben van a kisebbség, vagy például Dél-Szlovákiában, vagy Erdély közepén ez a többség, ez 80%-ot is meghalad. Itt az oktatásban az érettségi szintjéig a saját nyelven való tanulás biztosítása, illetve a nyelvhasználat joga. A nyelvjogi törvények szerint, amelyek formálisan érvényesek Szlovákiában, először is hasonló lesz a tervezet szerint Romániában is. Még nem szavaztak róla, csak be van terjesztve a törvényjavaslat, de például, ha a postán a magyar nemzetiségű hivatalnok a postahivatalban, a szintén magyar nemzetiségű ügyfélhez magyarul szól, akkor kihágást követel és megbüntethető. Ugyanígy, ha magyar orvos a magyar betegnek magyarul, magyar beteget magyarul gyógyítja az állami gyógyítóhelyen, akkor büntetendő. Ez a porosz állam nyelvtörvényeire ez hasonlók, nekünk is megvannak az ilyen hagyományaink a Brzezinski gyerekekkel, és így tovább. Tudjuk, hogyan nézett kezd ki. De összehasonlításként mondom el, hogy hogyan néz ki a helyzet ezekben az országokban. Például egy magyarul beszélő gyereket nem fognak megverni, nem erről van szó. Elsősorban arról van szó, hogy egy ilyen általános ellenséges érzést alakítanak ki. Vajdaságban, ahol a helyzet annyiban megváltozott, hogy néhány százezer szerb, akit Koszovóból zavartak el, oda telepítettek, és ezek az emberek a maguk történelmi sérelmét megélve, hogy kidobták őket Koszovóból, negatív érzékeiket, mivel albánok a közelben nincsenek, ezért az ott élő magyarokra vetítik, ezért az ott a feszültségek annyira erősek, hogy már atrocitásokra is sor került. Mondjuk, hogy egy Nyugat-Európa nem nagyon érzékeli, hogy itt be kellene avatkoznia. Általában fölhívják, hogy a jogokat be kell tartani, de ezek csak ilyen szóbeli deklarációk. Az, hogy lehetne valamit tenni úgy Szlovákia vagy Románia, akkor
győződhetett meg, amikor belépést kérelmezték az Unióba, akkor az Unió erősen ellenezte a nacionalista mozgalmakat, a kisebbségek üldözését annyira, hogy ezeket a pártokat elcsendesítették a központi kormányok, például a Román Vatra Romanescu-t, tehát a Nagy Románia pártot. Miután az Unióba beléphettek, akkor ez a nyomás gyakorlatilag eltűnt, és ma már megint látható, hogy szép lassan visszaépülnek ezek a nacionalista mozgalmak. A végső konklúzióm az, hogy ezek a problémák sajnos nem fognak eltűnni, ami nem túl jó prognózis a magyar kisebbségek számára, de az uniós tagságnak ellenére, függetlenül attól, hogy az etnikai népesség nagy túlnyomó része az unióhoz tartozó országban lakik, ezek a problémák nem fognak megszűnni. Jó ezt tudatunkban tartani.